Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Valójában erre az alkalomra én nem beszéddel készültem. Azt gondoltam, hogy néhány pontban, néhány gondolatban elmondanám önöknek, hogy megerősítve a Halasi úr által elmondottakat, jó magam is miért tartom olyan fontosnak ezt az eseményt, ezt a programsorozatot, amelynek előkészítését köszönöm a vagyonkezelő menedzsmentjének. A gondolataimat talán azzal kezdeném, hogy az a változás, ami 2010-ben a vagyongazdálkodásban létrejött, és amelyet megerősített a megfelelő, ehhez tartozó jogalkotás is, a nemzeti vagyonról szóló törvényünk, az állami vagyonról szóló törvényünk, illetve ezeknek a végrehajtási rendeletei lehetőséget adtak arra, hogy elinduljunk egy más, azt gondolom, talán joggal mondom, új úton az állami vagyon tekintetében. Alapvetően 2010-ben azt kimondtuk, és azóta is ezt következetesen folytatjuk, privatizációs folyamatot lezártuk. Ezzel párhuzamosan döntést hoztunk arról, hogy az állami jelenlétet a stratégiai vállalatokban meg fogjuk erősíteni. Megerősítjük azért is, mert úgy véljük és úgy gondoljuk, hogy ilyen módon a piaci folyamatokra tudunk hatást gyakorolni, és reményeink szerint minél szélesebb körben lehet ezt majd érzékelni. Azon kívül, hogy itt, ahogy említettem, a tulajdonosi pozíció erősítésén dolgozunk, azon kívül ezen az új lefektetett irányelv mentén úgy vélem, hogy ma már elég sok sikerről is be tudunk számolni. Hozzákezdtünk és folyamatban vannak nagyszabású olyan rekonstrukciós projektek, amelyekre hosszú éveken át nem került sor. Ebből néhányat hadd emeljek ki, talán mindenki számára ismert és jól látható az, az intenzív munka, ami a Várbazár megújításánál zajlik. Ugyanígy jól látható és látványos munka a Kossuth tér megújítása. És természetesen a sajtóban nagyon sokszor, sokféle módon említik meg azt a stadion rekonstrukciós programot, amelyhez hozzákezdtünk. Beszélhetnék, és viszonylag hosszasan is említhetném itt a közösségi közlekedés átszervezéséhez kapcsolódó lépéseinket, azt, hogy létrehoztuk és működtetjük a nemzeti eszközkezelőt, és úgy vélem a legutolsó számok és statisztikák alapján, hogy mostanra éred be, és mostanra indul meg egy nagyon intenzív tevékenység már. Utoljára említettem meg, de csak azért, hogy ebből aztán tovább tudjunk lépni a mai sajtótájékoztató tényleges tartalmára, az önkormányzatokkal való együttműködést, az EHS kapcsolódó és az eddig megtett lépéseket. Ezek közül talán a legnagyobb az önkormányzatok adósság konszolidációja volt. Önmagában véve úgy gondolom, hogy ez az adósság konszolidáció nagy lehetőséget teremtett az önkormányzatok számára a továbblépéshez, a fejlesztésekhez és egy új párjára való átállítására a tevékenységüknek. Azonban ehhez szorosan hozzátartozik, és szintén beszélnünk kell azokról a PPP konstrukciókról, amelyek kiváltásán túljutottunk, vagy éppen folyamatban vannak, amelyek elsősorban sportlétesítményekről szólnak ebben a pillanatban. Itt tornatermeket, uszodákat váltottunk ki, és adtunk át önkormányzati tulajdonba úgy, hogy az előírás, amit hozzátettünk, az azt gondolom, hogy nem volt túl szigorú. Mindössze azt kértük, azt várjuk, hogy az önkormányzatok a céloknak megfelelően működtessék ezeket az intézményeket a következőkben. Itt azért röviden szólnék arról is, hogy az elmúlt időszakban a vagyonkezelő sikerrel járt a megyei jogú városokban egy olyan megállapodás aláírásával, véglegesítésével, ami a helyközi közlekedés eddigi anomáliáit próbálja korrigálni, és úgy vélem, hogy sikernek nevezhető az,
hogy ezeket a megállapodásokat alá tudtuk írni, ilyen módon biztosítani azt, hogy az önkormányzatok számára is elviselhető terhet jelentsen, ugyanakkor a vagyonkezelő számára ne jelentsen problémát a továbbiakban ezeknek a finanszírozása. És végül döntést hoztunk arról, hogy az önkormányzatok számára ingyenesen tulajdonba adjuk azokat az ingatlanokat, amelyek fejlesztéshez, beruházáshoz, az önkormányzatok területén élők számára pedig egy jobb életminőség elősegítéséhez szükségesek. Az eddigiekben, az elmúlt 2,5 évben mintegy 21 milliárd forintban adtunk át ilyen területeket, ingatlanokat, és szándékaink szerint további 8 milliárd értékben fogjuk még ebben az évben ezt a folyamatot folytatni. Azt hiszem, hogy erről külön ki kell emelni, hogy miközben ez az önkormányzatok számára egy lehetőséget jelent, további lehetőséget arra, hogy javítsák a településeken, településükön élők életminőségét. Számunkra, a vagyonkezelő számára viszont egy lényegesen költséghatékonyabb gazdálkodást tesz lehetővé, hiszen ezek olyan ingatlanok voltak, amelyek őrzéséről, állagmegóvásáról kellett a vagyonkezelőnek gondoskodnia, anélkül, hogy bármilyen funkciót tudott volna adni ezeknek. Én mindezek alapján úgy hiszem, miközben a részletekről arról, hogy maga a rócsó hogy fog bonyolódni, hova fognak ellátogatni a vagyonkezelő vezetői, erről majd az utánam szóló urak fognak beszélni. Én csak azt szeretném megerősíteni, hogy részben az elgondolást, ezt a fajta új szemléletet messze menőleg támogatom a magam részéről, és nagyon remélem, hogy az önkormányzatok, illetve az állam együttműködésében ez még szorosabbra fogja fűzni a lehetőségeket, a kapcsolatokat. Köszönöm szépen!